A közgyűlés egyhangulag megszavazta, hogy az önkormányzat vegyen részt azon a pályázaton, amely támogatást nyújthat a Mártírok útjának felújítására és a csapadék csatorna főgyűjtő átépítésére. A főberuházás összköltsége mintegy 1,5 milliárd forint lesz. Végre azt lehet mondani, hogy érdemi lépés történik ebben a tekintetben. Cserpalkovics András polgármester hangsúlyozta, hogy az évek óta várt fejlesztést mindenképpen meg kell valósítani a városnak. Vannak a városban itt körülöttünk, velünk együtt élő olyan emberek, akiknek a fejében valószínűleg nem történt meg a rendszerváltozás. Bár a város bérlakás rendeletét már elfogadták, most mégsem indulhat meg az önkormányzati tulajdonú bérlakások értékesítése, ugyanis a Székesfehérvári Belvárosért Egyesület az Alkotmánybírósághoz és a megyei kormányhivatalhoz fordult a rendelet kapcsán. A felülvizsgálati kérelmek lezárásáig ne döntsön a közgyűlés az önkormányzati lakások értékesítéséről. Ezt javasolta Gál Péter Pál, a város gazdasági tanácsnoka, majd hangsúlyozta. A vizsgálat eredményétől függetlenül a megállapított bérleti díjak mértéke nem fog változni. Hozzátette, hogy a díjemelést a kormányhivatal sem kifogásolta. A politikus javaslatát egyhangulag fogadta el a közgyűlés. 21 igen, egyhangú. A közgyűlés emellett közalkalmazotti álláshelyekről döntött, majd a Vekerle Sándor emléktábla elhelyezésére voksoltak igennel a képviselők. Az emléktáblát az Oskola utcában a Vörösmarty Mihály megyei könyvtár olvasótermének falán helyezik majd el. Továbbá a képviselők elfogadták azt a javaslatot is, hogy Székesfehérvár önkormányzata 21 millió forintos támogatást nyújtson a Szapa Fehérvár AV19-i korongcsapatának szerepléséhez az osztrák bajnokságban.